A 29-esnél még nem lehet előtt, ez nagyon korrekt. Jó, ott is vannak ilyen vitat, hogy egy klasszikus, hogy föl szokták hozni azt a problémát, hogy a 29-es a lexikon van. Mert hogy ha nem saját maga keresztelkedett ilyen rossz idei, akkor ők már nem válogatták be a csapat. De a zsidóság konstrukció jelentős részben az antiszemitizmusok keresztül történik. De számos ember azért azonosítja magát zsidóként, mert zsidókéből üdözve van. Na most akkor viszont értelmetlen lenne azt mondani, hogy a halálhikus szempontok szállt, tehát nem tudom, hogy ha nácik, de nem azok szállították. Hagyd ezt is szerintem, hogy menjetek és utána már csak Ez az RH-kontroll. Igen. Jó, de ott akkor megvan. Jó, de szerintem a Ez egy személyes munka volt, mert tulajdonképpen én csak mit szereztem hozzá. És a rendi ebben már nem tudod beavatkozni, hogy nem akar, hogy a angol legendét. De ő próbálta megszállni. Hát akkor jelen. Nekünk van a másik, amikor ugyanilyen kell mondani, hogy az edukációs egyetlen egy kivétellel, hogy van egy darab, hogy és a úgy írő illetőt kezelési kiadónak az az elvi álláspontja, hogy nem jelenhet meg semmi jelentet. Jó, más kérdés, hogy aztán én beszkenneltem, és a másik oldalra feltettem, és ezt mondom, hogy belejönnek be, ha akarnak, de mindegy, az az abszurd van egy folyóiat, ami 100%-ig fönt van, és van benne egy háromoldalas hiány azért, szerintem az nem egy egyszerű történet. És a Gézesenet egy könyvő esetben. Mert ugye a Géza könyve is maximális, amikor az
hogy ott sincs élő ember, aki neked volt. Nem arra való, hogy a végén elkezdtem a 45 után, én voltam kíváncsi. Nem arra való az, hogy az ember végig olvassa. Abszolút, igen. Nem mondjuk, nem én jövök, mert nem stark, de mégis ehhez csapodak. Most csak a nektek szóló esetében volt a program. Többiek marcosú voltak, hogy nem tudom, az egy olyan. Most ez egy olyan dolog, hogy eleve benne volt a programban. Ezt ezzel nem ellenőriztem, ez ilyen az egy hónapban ezelőtti programmal jött. Jó, akkor lassan kezdeni, kedves kollégák! Köszönjük szépen, akkor, hogyha mindenki elfoglalta a helyét, akkor kezdenénk. Parancsolj! Szegő Ágnes vagyok, szeretettel köszöntöm Önöket. Én a Orzsa Egyetemi Könyvtárnak vagyok a nyugalmazott igazgatója, meg jelenleg is munkatársa. Én tulajdonképpen, hogy mondjuk azokat a úgynevezett fiatalabb kutatókat képviselem, bár én már nem voltam akkor sem olyan fiatal, amikor megkaptam először a Winter Alapítványnak a ösztöndíját, amit ugye Rendi vezetett. A Heves megyei zsidóságról szóló tanulmányom első változatát támogatták, amiből később aztán a doktori disszertáció lett a Debreceni Egyetemen. Utána még a Gyöngyösi zsidóságról írott tanulmányomról is kaptam támogatást, úgyhogy egyrészt ezért is nagyon hálás vagyok neki. A másik, hogy 2000 áprilisában gyűltünk össze először fiatalabb és tapasztaltabb, nevesebb kutatók a Holokauszt Földrajzi Enciklopédiájának a előzetes megbeszélésén. Hát ugye voltak, akik már akkor is azt mondták, hogy ezt nem lehet megcsinálni. Nem csak Judit vitatja, hogy ez nem lehet tökéletes, az időnek a hiány, de hát végül is mégiscsak megjelent. És nagyon büszke vagyok rá, és engedjék meg, hogy elmondjam, hogy amikor 2000 áprilisában, ahogy mondtam, összegyűltünk, akkor Rendi azt mondta, hogy a én Heves megyei tanulmányomnak a kapcsán jutott az eszébe, hogy ezt megyékként meg lehetne csinálni. És annak is örülök, hogy lehetőséget kaptam, hogy ebbe szerepeljek, mert a Kádár Gábor, miután én azt mondtam, hogy hát nem nagyon találtam az előző 20 évben a EGRI levéltárban erről igazán forrásokat vagy eleget, mondta, hogy a népbírósági pereket nézzem meg, és talált. Tehát találtam egy 650 oldalas népbírósági pernek az anyagát a EGRI rendőrkapitányról, amiben nagyon fantasztikus jó forrás volt. Tehát ezért is hálás vagyok neki, és azután 2014-ben, illetve 2013-ban, amikor a magyar kormány meghirdette ezt a civil alapot, a 70 éves civil alapot, akkor a Tiszafüredi Menora Alapítvány, amit vezetek, annak a nevében pályáztunk arra, és ugye a Rendi meg is engedte, hogy online földolgozzuk a enciklopédiát.
És hát ez egy kemény egyéves munka volt, amit kollégám Rót László végzett el, és illetve Tibor és Szabó Zoltán a nagy segítségével, mert tőle kaptuk meg PDF-be a megyénként az anyagokat. És ezt hát nagyon szépen megyénként, településenként föltette Laci, és ugye ott vannak a zsinagógák képei, és még a 90-es években megjelent statisztikai kiadványnak a megyei adata is ezzel. És mi azt úgy terveztük, vagy tervezzük, hogy egy bizonyos fajta zsidó lexikonként szeretnénk minden településhez hozzá tenni, amink még van. Tehát fényképeket, temetők, zsinagógák, ahol van szöveg, legalább linkbe. Tehát ugye azért elég sok településről készült el monográfia, és most ehhez csatlakozva elmesélném, hogy a Orzsák könyvtárában egy nagy digitalizációs program indult be, amiben többek között ezeket a monográfiákat is szeretnénk, illetve már elkezdték a kollégák feldolgozni, amit lehet Amanda oldalán fog fönt venni, amit meg nem az nálunk, tehát a szerzői jogoktól függően, ez az egyik. Hát azt sajnos azt is el kell mondjam, hogy bár 2,5 év alatt, amikor működött ez az oldal, nagyon sokan használták, ezt én is tapasztaltam, akkor sajnos egy onda vírus támadást kaptunk, és hát most próbálja a kollégám újraépíteni és lementeni. Amerikában azt azért lementették a webarchive.org-on, tehát oda mutat tulajdonképpen a mostani oldal. Hát reméljük, hogy előbb-utóbb ez is használható lesz, mert hát Nagy Péter Tiborral éppen az előbb beszélgettünk arról, hogy hát adatbázisban is jó lenne ezt az egészet feldolgozni. Úgyhogy köszönöm szépen a figyelmüket. Köszönjük szépen! Folytatod? Ahol tetszik. Ja, igen. Innen Stamp Tamás vagyok, és hát a bölcsészettudományi kutató központot képviselem. És amikor szerveződött ez a megemlékezés, akkor én eredetileg azt hittem, hogy itt egy tudományos előadással kell szerepelni, és én eredetileg azzal is készültem, de aztán péntek délután különböző híreket kaptam, és akkor abból azt a következtetést mondtam be, hogy nem kell tudományos előadást tartani, hanem hogy inkább a személyes emlékeknek a felelevenítése az, ami fontos. És én azok közé tartozom, akik személyesen kevésbé voltak kapcsolatban Braham professzorral, de akik viszont nagyon tisztelték őt. És úgy gondolom, hogy én egy mondom, 10 perc alatt a mi kettőnk kapcsolatának egy izgalmas, és mondhatom az én életem számára elég meghatározó epizódját szeretném elmondani, egy olyan epizódot, amiből én is sokat tanultam. Ennek az epizódnak a története 1992-ben zajlott, vagy legalábbis akkor kezdődött, 1992-ben, amikor is, és akik itt vannak, azok szerintem emlékeznek még rá, hogy február 20-án a Magyar Nemzetben megjelent egy cikk, amit hárman írtunk, Szabó Péter, Szakály Sándor és én, és hát itt van, nekem erről az egész ügyről egy ilyen aksemétán van. Itt van a cikk, a Magyar Munkaszolgálatról szól ez a cikk, és hát azért ezt a cikket alapvetően Szakály Sanyi írta, mert ő ezzel hozzá akar szólni egy
a Magyar Nemzetben megjelent korábbi vitához, mely vita az Imányi Tibor és Gadó György között zajlott. Én megpróbáltam ennek a vitának most utána nézni a hétvégén, de nem találtam ezt a vitát, nem érhető el ez az online felületen. Na most ez a cikk, ez úgy született, hogy Sanyi engem hívott telefonon azzal, hogy írnak egy cikket a munkaszolgálatról, és ők kértek számadatokat. Nekem voltak számadataim, én ezeket elküldtem, és akkor ők ezt betették a cikkbe, a számadatok szerepelnek is, de épp korrektek voltak, mert mielőtt a cikket borítékba tették, előtte áthívtak a Hadtörténeti Intézetbe, és én megnéztem a cikket, valójában csak átfutottam. Bizonyos kifogásaim voltak, de alapvetően én nem érzékeltem ebben semmi különösebb problémát. Na most a cikkkel kapcsolatban azért annyit kell elmondani, hogy ebben le van írva a munkaszolgálat, hogyan alakult, milyen alakulatok voltak, elsősorban 42-43-mal foglalkozik ez az írás. És ezért és szerepel benne az, hogy a munkaszolgálat megalázó volt, diszkriminatív volt, törvénytelenségek történtek. De ennek a cikknek a tónusa hát olyan volt, ami azért védte a Magyar Királyi Honvédséget, és hát egy bekezdés van, amit felolvasok, ami hát ezt a szemléletet az elég halkásan tükrözi. Úgy véljük, ezen adatok birtokában nem illethetjük a népirtás vágyával a honvédség vezetőit, a hadsereg parancsnokait. Természetesen ez nem jelenti azt, hogy ne történtek volna törvénytelenségek, megengedhetetlen cselekedetek a munkaszolgálatosokkal szemben. Igaz, a különböző 1945 utáni vallomások legtöbbében azt olvashatjuk, keményen bántak velem, keményen megcsuklóztattak, ordítoztak velem. A katonai vezetés egyébként a tudomására jutott bűncselekményeket, szabályzattal ellentétes cselekedeteket kivizsgálta és megtorolta, nem csak Nagy Vilmos honvédelmi minisztersége idején. Na most ez a cikk megjelent február 20-án, és hát nagyon éles reakciókat váltott ki, nagyon nagy volt a felháborodás. Én számomra ez váratlan volt. Egyébként most olvasva a cikket és visszagondolva 1992-re, amúgy megdöbbentő, hogy ma hát ennél jóval megkérdőjelezhető állítások és nyilatkozatok és cikkek jelennek meg különösebb visszhang nélkül, mégis most kormányzati támogatással, különösebb visszhang nélkül. Ami persze arra is utal, hogy 1992 óta azért mekkorát változott a közélet, mert az érzékenységet felváltotta az érzéketlenség. De hát ez egy másik történet. Ez csak eszembe jutott, amikor visszagondoltam az 1992-es időszakra. Nagyon sok olvasói levél érkezett a Magyar Nemzethez. Ezek az olvasói levelek egyébként itt vannak, tehát ennyi olvasói levél érkezett. Ezeket én megkaptam akkor a szerkesztőségtől, és hát akik írtak, jó részt munkaszolgálatosok voltak, illetve munkaszolgálatosoknak a gyerekei, akik leírták azt, hogy ők mind mentek keresztül, és milyen embertelen volt a bánásmód. Sokan leírták, hogy a munkaszolgálatos századból hányan vesztek oda.
és ezekből a levelekből egyébként egy válogatás meg is jelent a magyar nemzetnek két későbbi számában. Hozzá kell tenni, hogy ezekre a levelekre, amúgy én személyesen válaszoltam akkor, és aztán született is egy válaszcikk, ami szintén alapvetően én írtam a hármunk nevében, és én ebben, illetve ezekben a magánlevelekben én ezeket a bírálatokat én elfogadtam. De hát ez nyilvánvalóan nem változtatott azon, hogy ezek a hatalmas hullámok, amiket ez a cikk kiváltott, hogy ezek ne folytatódjanak. És hát kollégáimmal kapcsolatban is, a cikk kapcsán, hát ha nem is konfliktusom támad, de hát kínos beszélgetések vártak rám. A cikk február 20-án jelent meg, február 23-án emlékszem rá vasárnap hajnalban Gosztonyi Péter hívott Svájcból, egy órán keresztül beszéltünk telefonon. És hát ő nagyon fel volt háborodva. És részletesen mondta, hogy miért lehetetlenség, ami ebben a cikkben le volt írva. Aztán február 24-én kaptam egy levelet Pak Zsigmond által, aki a Történetudományi Intézetnek az igazgatója volt nagyon sokáig, de én úgy emlékszem, hogy amikor ezt a levelet írta, akkor pont nem volt igazgató, akkor Vac Ferenc volt szerintem már az igazgató, de a levelében ő munkaszolgálatról ír néhány megjegyzést, hogy mi történt 1940 és 1941 áprilisa között, majd pedig úgy fejezi be a levelét, hogy de nem folytatom és részletezem, hanem inkább további munkájához gondosabb forráskutatást és mélyebb ellenzést kívánok. Aztán a május 29-én, tehát 92. május 29-én hozzánk később jutott el, de május 29-ig Menorah című lapban, ami ugye ez egy Torontóban megjelenő lap. A torontói lapban egyrésztről közzétették ezt a cikket, ami a Magyar Nemzetben megjelent, és a közzétételt megelőzte egy kis cikk, amit Tentor Brehem írt. Az a cikknek a címe, hogy nyugtalanító kutatási gyakorlatok Magyarországon a holokausztal kapcsolatban. És csak néhány mondatot olvasott fel ebből, azt írja, hogy miközben a kormány demokratizálódó folyamatát serkentették az alapvető polgári szabadságjogok, kormány demokratizáló folyamatai serkentették az alapvető polgári szabadságjogok kifejlődését, ugyanakkor felszínre hoztak etnikai, nemzeti, sokáig felszín alá nyomott ellenségeskedéseket, beleértve az antiszemitizmust. Számos nyíltan antiszemita folyóirat megjelenésével, beleértve a Hunniát és a Szent Koronát, megjegyzem, a Magyar Fórumot is említhette volna, segítették felszíteni a hagyományos vallási és modernebb világi faji alakját az antiszemitizmusnak, alátámasztva őket új, modern ideológiai vonásokkal. Aztán írja, hogy ezeknél leginkább az az igyekezet itt kifejezésre, hogy befeketítsék, eltorzítsák, vagy ténylegesen letagadják a holokausztot. Szélsőséges elemek, akik ilyen irányelveket vallanak, a magyar politikai spektrum peremén helyezkednek el, és nem képviselnek azonnal fenyegetést, sem a szárnyait próbáló demokratikus rendszernek, sem a zsidó közösségnek. Az ennél sokkal nyugtalanítóbb jelenség
az a jelenlegi irányzat, amely általánosítja, leértékeli és észszerűsíti, úgymond észszerűsíti a holokausztot. Ez az irányzat jött kifejezésre legmagasabb parlamenti kormányzati tisztviselők megalapításaiban, és számos, aránylag jól ismert történész és kutató írásában. Feltehetően félrevezetett nacionalista meggondolásból fakadnak, vagy tudatalatti politikai ideológiai célokból. Ezek a politikusok és történészek eltévejgésnek tekintik a holokausztot Magyarország történetében, amiért kizárólagos felelősség a harmadik birodalmat terheli, vagy annak a tragédiának, vagy annak a tragédiának egy részeként kezelik, ami a csatában elesett katonákra hullott. Ez az új irányzat a magyar munkatáborok rendszerét a kutatók beállításában mentési kísérletként fogják fel, aféle katonai szolgálat pótléknak. Elnézik a megaláztatásokat, a kínzásokat, a tömeges kivégzéseket, aminek a munkatáborokban szolgálók ki voltak téve, különösen Ukrajnában és Szerbiában. Ezek a történészek minimalizálják a zsidó munkatáborokban szenvedett veszteségeit, kiválogatott dokumentumokra hivatkoznak és történelmi írásaikban deduktív módszert használnak. Dr. Stark Tamás, Szabó Péter és Szakály Sándor három igen jól ismert történész cikke komoly érdeklődés váltott ki Magyarországon és külföldön, és a választ a cikkre dr. Onnai Tamás közölte, és az ő válaszát is közli a menóra. Na most, ez 92-ben volt, én aztán ezután intenzívebben kezdtem foglalkozni a holokauszt történetével, és 1900 Brehm professzorra visszatérve, én természetesen ismertem az ő nevét, a könyveit, én személyesen nem ismertem őt. Ez volt az első a menorában megjelenő cikk, ami hát egyfajta kapcsolat volt vele. Nem nagyon jó kapcsolat. Aztán én 1994-ben én pályáztam a Washington Holocaust Memorial Múzeumba, a Resnik ösztöndíjra, és aztán elküldtem a pályázatomat, és akkor aztán kiderült, hogy a bíráló bizottságban a Brehm professzor van, ami számomra egyértelmű volt azzal, hogy hát itt nekem nyilvánvalóan nincsen esélyem ezek után. És nem is kaptam meg 94-ben az ösztöndíjat, de viszont kaptam egy levelet a Brehm professzortól. És ebben a levélben ő gratulál nekem, hogy jó volt a pályázat, majdnem megkaptam, és hogy próbálja meg még egyszer. És ez megdöbbentett, hogy én Magyarországon nem ehhez vagyok szokva, tehát én ahhoz vagyok szokva, hogy itt a szakmai ellentétekből mindig személyes ellentét lesz, és összecsapások vannak, és kibékíthetetlen kapcsolatok vannak, és Brehm professzor meg ezek után ír egy levelet, hogy hát jó volt ez, csak meg kell próbálni még egyszer. És aztán még 94 végén, azt hiszem 94 vége volt, amikor ő Budapesten járt, és akkor találkoztunk a Astoria kávézóban, és akkor meg azzal jött elő, hogy hát itt van ez a Winter Fund, és hogy jó, ezt meg kellene pályázni, persze. És akkor ez meg volt ez a Winter Fund, aztán 95-ben megpályáztam a Resnik Fellowship-et, és akkor megkaptam, és ez egy persze óriási dolog volt. És akkor New Yorkban meglátogattam őt az egyetemen, és akkor beszélgettünk, és ő akkor vetette fel akkori beszélgetésünk alkalmával, tehát az mikor volt? 96-ban. 96 nyarán vetette fel ezt a nagyon nevődes cikket, és akkor kérdezte tőlem, hogy mi volt ez, és mondtam neki, hogy
mondtam, hogy hogy született, azt is mondtam, hogy én nekem akkor a jogos bírálatok nem tűntek fel, és akkor ő mondta, hogy ugye tudom, hogy ő megtehette volna, hogy én ne kapja meg az ösztöndíjat, és mondtam, hogy hát igen, tudom, persze, és mondta, de hogy ő ezt nem akarta, és én megköszöntem neki, és igazából azért vállalkoztam erre a kis megemlékezésre, hogy most is megköszönjem neki, mert ez egy olyan emberi gesztus volt, amit én nem tapasztaltam soha. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Majd Tamás, kérem szépen. Most beszélve Kunányi Gáborral, aki utol van ide, és akkor ő lesz az utolsó szóló. Bocsánat. Kedves barátaim, én azok Gáborához kell csatlakoznak, akik részben Kovács András körül szerveződve jelezték azt, hogy ők, vagy olyan intonált módon jelezték azt, hogy alapvetően egy ilyen beszélgetésre, megosztó diskurzusra készült ezen a mai napon. Csatlakozom az elsőképpeni egyformulás Karsai Lászlóhoz is, aki ő vedette föl először azt, hogy hát ez egy ilyen süvetülése. Akkor menne, és nem pedig tudományos előadásoknak a bemutatása. Én így tehát sem tudományos előadásra nem készültem, sem pedig aztán nem foglaltam írásban külön a gondolataimat, hanem rövid, de próbálok lenni, egy-két olyan epizódot osztanék itt meg rendi emlékének is adózva és szeretettel gondolva rá, ami így eszembe jutott, és amit talán érdekesebbnek tekinthetek, személyen például a kettőn kapcsolatához köthető minőségükben. Kezdeném ott, hogy és ebben esetleg a kollégák tudna segíteni, hogy mikor is ismerkedtem meg vele, még nagyon korán valamikor, vagy a rendszerváltás előtt, vagy nagyon közvetlenül a rendszerváltás után úgy él bennem, hogy a rendszerváltás előtt, amikor Budapesten jár, Magyarországon jár, Csenger Imrével, akit úgy mutatott be, mint aki az általa, mint a rendi által alapított és direktorált Rosenthal Institútnak volt a mecénása, ha jól emlékszem ebben a minőségben. Csenger Imrét soha többet nem láttam, gondolom, hogy ti talán ismertek őt. Ez még szerintem valamikor az Magyarországon első kiadása még a gondolatnál jelent meg, ugye 88-as kiadása. Gulyabár, ez a Gulyabárban mutatott be, nem? Nem, külön keresett telefonon, ő felhívott, és először szeretne vele találkozni valakinek az ajánlása, vagy valamilyen ajánlás alapján, és a Csenger Imrével fogadta. Na mindegy, és egyszerűen szintén beszélgetésünk volt, kölcsönös szimpátia nyilvánítás, sokkal is mondta, hogy szeretne megnyerni annak, hogy segítsem az ő kutatásait. Aztán javarészt elsősorban az első kiadás követő második revíziós kiadással, de talán még az elsővel kapcsolatos adatgyűjtésben is, hogy részt tudnék venni, valamint ígérte a saját maga támogatását is a saját magam kutatásainak a segítségében. Ez volt a megismerkedésünknek az első pillanata, és aztán onnantól kezdve folyamatosan ővele ilyen kettős kapcsolatban voltam, részben
szakaszos volt alapvetően inkább a kapcsolatunk, és jelentős részben tárgyi, információs jellegű. Másfél pedig volt egy olyan dimenzió, ami egész mély, egészen mély emberi szintekig hatolt le, és voltak igen diszkrétnek is mondható beszélgetéseink, diskurzusaink, amelyeket itt nem is említenék természetesen. És emellett hát rendszeresen jelentkezett a maga részéről különféle ötleteivel, észrevételeivel. Két dolog volt, ami különösképpen megmaradt benne, vagy amit fontosnak tekintetnénk most megemlíteni. Kitérve arra is, amit itt a kedves kollega úr említett, hogy ez a bizonyos Péter által szóba hozott, digitalizált kötet, ez egyrészt elkészült, tehát ez a parkiadó által megjelentetett kétkötetes holokauszt bibliográfia, ezt tettük, ennek tettük el a digitalizált változatát, és felkerült a MEC-re, Picinkét a rendélek a védelmében is, vagy fejlődés képességének a dokumentumaként, hadd említsem azért meg, hogy Péter meglehetősen kedvezőtlen képet adott itt rendélek a digitalizációs világhoz való viszonyának a minőségi paramétereit illetően. Én innáról mondjuk az életrendivel találkoztam akkor ilyen minőségben. Arra emlékszem, hogy miközben különféle ilyen egzisztenciális beszélgetéseket folytattunk levelezésben, és én kívántam neki ilyen-olyan ügyek kapcsán, és meg közelgő ünnepek miatt szép áldásokat, stb. Írta nekem, hogy köszönöm az áldásokat, de még mindig nem készítettem el a többek között a bibliográfiával kapcsolatos digitalizációs ezt meg azt tett. És nagyon rajta volt, akkor én 2013-ban találkoztam vele New Yorkban, akkor találkoztunk vele, hozta egy szóba, és kérdezte, hogy nem lehetne ezt digitalizálni. És külön meg is ajándékozott egy példányról, gondoskodott róla, nagyon dinamikusan, ha tetszik, agresszív dinamicitással a parkiadó felül, mindenképpen a Majsai Tamáshoz jusson el ez a kötet, amit mi aztán akkor itt picit manuális megoldásokkal, nyögve nyelve, nem kis nehézségek árán, de egy-két év alatt digitalizáltunk, és az számban nagyon-nagyon nagy jelentett. Olyan is volt, hogy kapok tőle leveleket, a Nagy Péter Tibor által digitalizált, ugye a Holokauszt, tehát a második kiadású, vagy azt tudom, a harmadik kiadású volt? Szerintem a második kiadású Holokauszt monográfia, az vajon hol is érhető el, és akkor külön nagyon gyorsan meg kellett neki küldenem, mert rám írt, hogy már az elmúlt nap kérdezni mindig nem válaszolt, hogy gyorsan előbányáztam a linkjeit, a Mac-en lévő linkjeit a te általad gondozott digitalizált verziónak, és megküldtem neki. Szóval azért lehet jót is mondani, hogy egy tanulékony ember volt én szerintem. Az nem is arról szólt, hogy a digitalizációs, homodigitalizációs képen is. Nos, szóval ezután akkor a két dolog, ami így eszembe jut, az egyik, hogy egyszer éppen 2011-et írunk, Kamenyec Boloszkiban voltunk egy a tanszék által szervezett zarándokút keretében, és ekkor ősszel tartott ez ott ugye a 70 éves évfordulója a Pörösmező Kamenyec Boloszki deportálásnak. Tartottunk egy konferenciát is, amelyen ő egyébként is jelen volt, és itt a főiskolán a főelőadást vállalta. Később a főiskolán különböző szálakon működött vele együtt, többet az egyik részletünk ír, amit a Laci utalt is rá a 80 esztendős kiadványnak a gondozásában. És ír nekem egy levelet, tehát 11. augusztus végén vagyunk, talán 30-án, mi még úgy van voltunk, amelyben nagy sürgősen kéri azonnal rögtön, de mindjárt, hogy adjam meg neki a paraméterét, meg küldjem el a szövegét annak a
annak a megemlékezésnek, amelyet az akkori négy szavában, illetve mutatában jelentettem meg, mert hallott róla Molnár Judittól, aki ő neki jelentette, hogy ez megjelent, és benne az Antal Józsefnek az ominózus, ugye a levelével, igen, a két grófnőhöz, a Károly néhához intézett levelével, és hát nem tudtam, nem láttam a levelet, mert a rendőrnek a levelét, hanem csak amikor szeptember elején tudtam levél közelbe kerülni, és akkor reagáltam neki, és mint kiderült, azért is volt neki fontos, mert rettenetesen dühbe jött, borzalmasan dühbe jött ennek a szövegnek az olvasnán. Meg is küldte nekem aztán később, készült egy, meg nem tudom, mi van ezzel a memoárja, Randolph Rehe memoár, ő már akkor, tehát 2011 tájékán ezt készítette. És ebben visszaemlékezik, ezt az oldalt kimásolta és így küldte meg nekem, visszaemlékezik arra, hogy hogyan találkozott ő Antal Józseffel. Antal a miniszter elnök, illetve ugye idős Antal József Nyadvasem elismerésben részesült minisztériális tanácsosnak, hogyan találkozott a fiával, és megérkezett Iványi Gábor, szeretettel köszöntjük, fejezt utána, és hogy az Antal megpirongatta őt úriember módjára, ahogy írta Gently, megpirongatta őt amiatt, hogy a kétköteles monográfiájának az első kiadásában, ha jól emlékszem, nem szentelt megfelelő figyelmet, tárgyilag is megfelelő figyelmet az édesapja által végzett embermentő szolgálatnak, és akkor ő ezt a hibáját úgymond elfogadva a miniszternek a kritikáját, aki valamilyen monoszemélyesen találkozott ővel egyébként, azt hiszem, vagy talán levélben írta meg ezt a kritikáját, ebben nem vagyok biztos. Mindegy, megfogadta a kritikáját, és a következő kiadásában a monográfiának innenáron reparálta ezt a hiát, és megfelelő módon tért ki idős Antal Józsefnek az embermentő szolgálatára. És ugye közben, talán ezt követően volt az is, amikor az Antal József megkapta a Yad Vashem világigazai elismerést, és hát írja rettenetesen fulminens stílusban 2011-ben, hogy ezek szerint egyfelől ő megvezette az Antal, másfelől pedig az Antalék megvezették a Yad Vashemet is, és ezt mi többször később is kitértünk, ezen nem tudott valahogy túlenni. Gyakran kérte tőlem, mert szerette elveszíteni a különféle elektronikus, meg egyéb más, ahogy én legalábbis megéltem különféle információit, és újra és újra kellett neki küldenem. Hát a másik ilyen emlékezetes pillanata volt a vele való egyébkénti részleteket és kérdéseket érintő kapcsolatomat, diskurzusaimnak, hogy 2012-ben azt hiszem akkor volt, hogy a Magyarországi Református Egyház, Tiszántúli Egyházkerülete, ugye a tiszántúli református kollégiumban elhelyezte Horthy Miklósnak a... Kérem? Visszahelyezte. Ja, bocsánat, jó. Igen, igazam van, köszönöm. Az alsó sorát kiegészítették, aktualizálták. Így van. A kormelitában arról szólt, hogy a kis Miklós, nem is a református kollégiumban, amikor az általános iskolában járt két évet, 6-7 éves kora között, és ezt a táblát annó 38-ban a kurszak. Szóval megtalálták, ugye van? És megtalálták egy rondaválás során, és ezt tették vissza a 12-be, ez most azért ilyen emlékezetes, hogy én szóltam közben, akkor próbáltunk tervezni. Hát magácska annál is inkább jogosult erre az észrevételre, mert ugye aktivistaként engem is megpróbál rávenni arra, hogy menjünk el ott valamilyen performance-ot tartani Debrecenben. Igen, a helyi református, tehát a püspök urat szerettük volna összehozni a Debrecen
rabival, és nem az rabival, hanem az egyház elnökkel, és rávenni arra. Eszes beállítani, aki beszél. Jó, de akkor ezt itt lezárom, csak ez volt a pontosítás, hogy ez egy visszahelyezett korabeli tábla volt, és talán még így durvább is, mert a korabeli kultusznak a szellőségét helyezték vissza a kollégium falára, és sikerrel idézőjelbe, mert majd elég ott áll. Így van, és akkor én a helyi debreceni internetes külnyomatosként működő újságban megjelentettem egy nyílt levelet, egy hosszabb lélegzetű nyílt levelet, amelyet Bölcskei Gusztáv testvéremhez, ugye az Úr Jézus Krisztusban testvéremhez intéztem, és hát elővettem őt amiatt, hogy miért is óhajt az ő vezetésével működő egyház kerület cégéres fasiszták és pro-náciknak a rehabilitálásában közelműködni. Erre nem kapnám semmifajta választ, de Rendinek nagyon tetszett. Olykor egyébként előbb tudott arról, amit az ember írt, mint az olvashatta vagy láthatta, aki az írást elkészítette. Így volt ezzel a 11-es cikkel, és én még nem láttam, hogy ez megjön, és tudtam, hogy megjön, de ő már tudott róla a Molnár Jutkán keresztül. Nagyon jó összekötetései lehettek, tehát kiváló hálózatot működtetett, mint minden bizonya. Nos, ezt is nagyon-nagyon gyorsan olvastam ezt a debrecen. Én nem küldtem meg neki. Olykor, amit azt gondoltam, hogy őt érdekel, azt megküldtem, ő is így küldött nekem különféle írásokat, de az nem volt közöttünk, hogy minden egyes megjelenő szösszenet azonnal elküldjem neki. Lehet, hogy ezt elküldtem volna, nem kellett, ő kérdezett, tudta, és hát rettenetesen kifakadt, ugye, amiatt, hogy hát miért van az, hogy éppen ugye nektek utalva itt a Wesley antifasista szellemi bázisra egy picit, meg hogy neked egészen néhányaknak kell helyt állniuk ugye az egyház különféle disznóságaiért, és nincs más, aki ezekkel szemben szót emelne vagy tiltakozna. Szóval nagyon-nagyon angazsátnak érezte magát, a Laci ugye utalt rá, ha nem tévedek, hogy a munkássága során, vagy talán az Olivá, nem tudom, különös figyelmet szentelt a keresztény egyházak és a holokauszt kérdéskörre reflektálásának. Nos, hát ez valahol nagyon mélyen benne ült ez a gondolat, és ez egzisztenciálisan fontos kérdés is volt számára, hogy a kereszténységnek az institucionális reprezentációi, ugye a mai egyházak és egyéb másfajta alakulatok, miért és nem akarnak szembenézni mindazzal, ami az ő múltjukhoz és tevékenységekhez köthető. Ennek volt egyik dokumentum, ez is többek között manifestuma, hogy reagált nekem erre a bizonyos 2012-es levelre. Ennyit tudtam és gondoltam, mondtam, hogy belefér a süvetülésnek a kategóriájába. Következő alkalom, amikor mondjuk a Randolph Graham emlékül, és azt akkor igyekszem egy tudományos jellegű előadással is készülni. Köszönöm, hogy megtisztelt a figyelmet. Köszönöm szépen. Akkor mielőtt Iványi Gábor hozzászólására és zászlavára sor kerül, kérdezem, hogy szorult-e valakiben szó? Szemrányúan nézek Pongolúci Gézára, aki eredetileg... A bűnpámban nézünk rá, és eszem rányúan. Nem mondasz valamit, Géza? Én továbbjám szállj meg, bocsáss meg nekünk. Jó, oké, Iványi Gábor. Hölgyek és urak, gyakorló lelki pásztorként több helyszín között közlekedve nem voltam képes arra, hogy végig itt legyek a konferencián, mert pár Randolph Graham megérdemelte volna, akit ismertem, szerettem sokakhoz hasonlóan, egy nagyon kedves ember volt, és néhány szubjektív mondattal,
zárjam be, akkor ha jól értem, én zárom be ezt az emlékező tanácsülést. Az egyik, hogy valamikor a 2000-es évek elején Majsai Tamás ösztönzésére elmentünk Kamenec-Podolszkiba, és ott az éleple alatt elloptunk egy kis bokrot abból a temetőből, ahol a mi 18-20 ezer áldozatunk is nyugszik, és elloptunk egy zsák földet, másnap itt egy megemlékezés volt, ahol sokan még életben lévő túlélők vagy túlélők hozzátartozói merítve ebből a kis földből átérték szeretteik elbúcsúztatását, elvesztését, nagyon megrendítő alkalom volt. Itt van ez a kis, most már erőteljesebb, összevisszatört ágúfa, az autók mindig eltörik a fágakat, meg valaki itt vagúzgalommal elkezdte esztelenül nyírbálni az ágakat, kicsit torz lett ez a fa, de nem baj, hogy így néz ki. Szóval itt áll az udvar közelében. Nem romboló szándék, hanem azért, hogy ő szebbé tegyel. Hát szerette volna, de sikerült elcsúfítani. És itt áll ebben a maga tépett formájában ez a erőteljesen bokorrá lett kis növény, mondom a tövében a Kamenec-Podolszki, ma ez egy közpark, akkor a város széle volt, és egy temető, ahol elbehoztuk néhány tömegsírt is. És elindított ez egy olyan zarándok utat, bűnbánati zarándok utat, aminek szintén Tamás volt a motorja, és körülbelül 40 vasútállomáson állítottuk táblát, ezek közül volt, amit másnapra levertek, többet elloptak, összetörtek, volt, amit helyreállítottunk, volt, amit nem. És ebben az utunkban a kalauz, amiből ő is dolgozott, ez Brehmnek a nagy-nagy kötete volt, amiben földolgozta a lehető legrészletesebben a holokausznak ezeket az állomásait. Ezt kb. Két évig jártuk, de legalább másfél évig ezeket a utakat, tehát ez 40 helyszín itt Magyarországon és aztán kint. Kamenec-Podolszkiba, illetve Körösmezőn is tartottunk emlékülést, és állítottunk emléktáblát is. És a többekben sokszor fölmerült az, hogy van-e értelme, kinek csinálja az ember mindezt. És arra gondoltam, megemlítem, hogy épp most szombatonként van egy kis bibliaolvasó körünk, ahol a heti szidrák szerint olvassuk a Bibliát, ismételjük, és most éppen a Mózes második könyve 10. részénél kezdődő szakasz volt, ez a Bob nevű szakasz, menj be a fáraóhoz, mondja az örökké való Mózesnek, és folytasd azt, amit elkezdtél, a 8. csapás közeledik, hogy sárkák fogják elborítani Egyiptom földjét. Mond két érdekes dolgot ott az örökké való Mózesnek. Az egyik, hogy azért menj be és folytasd és mondd, mert ugye hiába a csapások, a fáraó szíve mindig megkeményedik. Az egyik, hogy hadd tudják meg, tudja meg ő, és én hozzáteszem, minden fáraó típusú megreformálhatatlan és megtérésre nem hajló fáraó jellegű kis despota, hogy nem